Szeretettel köszöntelek! A beigli egy tradicionális magyar karácsonyi étel. Hagyományosan dióval vagy mákkal töltik, de mostanság már új ízekkel is kísérleteznek. Úgy tűnhet, hogy nehéz elkészíteni, mert a töltelék kifolyhat, a beigli sütés közben kirepedhet. De ez senkit ne keserítsen el, a család így is úgy is befalja. Ha szeretnéd tudni, hogy készül, tarts velem! Száz ml tejhez hozzáadtam 50 g cukrot, 7 g instant élesztőt, és 2 tojás sárgáját. Összekevertem és félretettem, de nem kell felfuttatni az élesztőt. Kimértem 520 g lisztet, hozzáadtam egy kevés sót, majd elmorzsoltam 160 g vajjal és 100 g sertészsírral. Utána beleöntöttem a tojásos keveréket, és alaposan összegyúrtam. Lehetőleg gyors mozdulatokkal dolgozzunk, hogy ne olvadjon meg a zsiradék a kezünk melegétől, mert akkor a tészta ragacsos lehet, vagy megrepedhet. Amint a tészta összeállt, 4 egyforma súlyú darabra osztottam, és letakarva hűtőben pihentettem. Legalább 1 óráig pihentessük, de ha nem akarjuk aznap megsütni, akár egész éjszakára is a hűtőben maradhat. Közben kimértem 280 g darált diót, egy másik tálba pedig 280 g darált mákot. Mindkettőhöz hozzákevertem 50-50 g kekszmorzsát. Kimértem 170 g cukrot, hozzáöntöttem 170 g vizet, és szórtam bele egy kevés mazsolát. Majd felforraltam őket. Ezzel forráztam le a diós kekszes keveréket. Figyeld az állagát, nem biztos, hogy rá kell önteni az egészet. Ne legyen se túl kemény, se túl ragacsos, mert ez is megrepeszheti a beiglit, vagy pedig nem tud átsülni a lágy töltelék miatt. Majd elkészítettem egy másik ugyanilyen szirupot, amit pedig a mákra öntöttem. A mák egy kicsit többet szív fel, ezért nálam az egész kellett hozzá. A tölteléket hagytam teljesen kihűlni, ez szintén nagyon fontos. A tésztát ajánlott egyenként kivenni a hűtőből, hogy a töltés során se melegedjen fel. 20-25 cm-es téglalapán nyújtottam. Érdemes a lehető legkevesebb liszt hozzáadásával nyújtani, ezért én szilikonlapon szoktam ezt végezni, így abszolút nem kell alá liszt. Majd egyenletesen eloszlattam rajta a mákos töltelék felét úgy, hogy a széleken 1 cm-t kihagytam. Egyik fő szabály, hogy a tölteléknek olyan súlyúnak kell lennie, mint a tésztának. Nálam körülbelül 240 g volt egy gombóc tészta, erre 240, max. 250 g tölteléket tettem. A széleit behajtottam, majd feltekertem a beigliket. Ugyanígy kinyújtottam és megtöltöttem a második tészta részt is. Majd elkészítettem a 2 diós tekercset is. A 4 tekercset egy sütőpapíros tepsire tettem. Hagyjunk közöttük megfelelő távolságot, hogy növekedni tudjanak. A tetejét lekentem tojás sárgájával, amiből 2 darab kellett.
Hűvös helyre tettem, és hagytam, hogy a tojás teljesen rászáradjon. Ezután tojás fehérjével kentem le, és szobahőmérsékleten hagytam száradni. Ha megszáradt, megszurkáltam felülről és oldalról őket, így sütés közben a gőz távozni tud. Majd 200 fokra előmelegített sütőben körülbelül 25-30 perc alatt készre sütöttem. Ha megtörtént a baj és kirepett a beigli, akkor sem szabad elkeseredni. Amíg még forró, egyengessük vissza a repett oldalt a helyére, és támasszuk meg, hogy ne tudjon visszanyílni a rés. Miközben hűl, a repedések még be tudnak forrni. Fontos, hogy szeletelés előtt hagyjuk teljesen kihűlni. Ha tetszett a videó, kérlek értékeld, vagy írd le véleményed hozzászólásban. Ha szeretnél értesülni a többi videómról is, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottál, kellemes ünnepeket kívánok!